Köszöntöm nézőnket, és köszöntöm Huba Imrét, a Jászlókonszolnok megyei közgyűlés elnökét. Köszönöm, elnök úr, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, és én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves tévénézőket is. Nagyon sok olyan kérdést fogunk érinteni, ami a térségünket és a nagykunságot is érinti. Először beszéljünk arról a most lezáruló 7 éves ciklusról, hiszen lassan végéhez ér a 2014-2020-as fejlesztési év. Milyen pályázati forrásokat sikerült megyénknek és a nagykunságnak, térségünknek elnyerni az elmúlt időszakban? Rendkívül összetett a kép, és rendkívül gazdag is. Azt tudom mondani, hogy az elmúlt 7 éves fejlesztési ciklus rendkívül sok fejlesztést hozott Jászlókonszolnok megyébe és Nagykunságba is. A mintegy 90 milliárd forintnyi fejlesztés részben a területi és települési operatív program révén érkezett, másrészt a GINOP, harmadrészt pedig a vidékfejlesztési program forrásaiból, és amit az elmúlt 3 évben, 2019, 2020 és 2021-ben el tudunk mondani, a Magyar Falu Program, ami szintén egy nagyon fontos fejlesztési program, nemzeti forrásból, így is a megye egyik húzót területe lett a Nagykunság. 1 milliárd forintnyi fejlesztési forrással gazdagodtak azok a civil szervezetek, önkormányzatok, egyházak, akik nagyon komoly közszolgáltatásokat és komoly közösségi életet éltetnek a településeiken, és ezekkel a forrásokkal kiegészülve érjük el azt a közel 90 milliárd forintot. Az is fontos, hogy nem csak a településeink szépítésére, vagy az épületeink energetikai korszerűsítésére tudtunk költeni, hanem a gazdaság élénkítésére is, és a munkahelyek megóvására is, ami a pandémia bekövetkeztét követően különösen felértékelődött, és azt tudjuk mondani, hogy a megye gazdasági teljesítménye ennek köszönhetően sem esett vissza, ebben a Nagykunság is oszlopos szerepet vitt véghez az elmúlt időszakban, sikerült a munkahelyeket olyan szinten megóvni, és a jövedelmeket olyan szinten stabilizálni, hogy a pandémiából egy nagyon jelentős gazdasági erővel tudtunk elindulni kifelé, és annak is köszönhető, hogy a lakosság oltakozási hajlandósága az elérte a megyei átlagot, és ebben a tekintetben jól állunk, hiszen az oltás az egyetlen olyan megoldás, ami révén a gazdaságunkat és az életünket vissza tudtuk kapni. Gazdasági élénkítésnél maradva egy kicsit, az M4-es autóút is nagyon sokakat foglalkoztat. Többször beszéltünk már róla, különböző áttervezések is vannak folyamatban. Készül az elkerülő, a Karcagot elkerülő szakasz is. Itt mi az, amit el tudunk mondani? A Karcagot elkerülő szakasz esetében lezajlott az elmúlt évben egy társadalmi vita. Itt a karcagi gazdálkodók és karcagi földtulajdonosok érdekeit emelném ki, akik a természetvédelmi értékek megóvása érdekében egy külön utat kerestek annak érdekében, hogy az eredetileg engedélyezni tervezett, aztán majd később engedélyezett Karcagot elkerülő nyomvonal, az egy másik észszerűbb, racionálisabb területen a jelenlegi 4-es számú főút nyomvonalához jelentősen közelebb húzódjon, és így ne kerüljenek ki a termelésből értékes természetvédelmi területek, ne kerüljenek ki értékes olyan mezőgazdasági területek, aminek az elvesztésével 100, akár 120 család is elveszítette volna a megélhetését itt a településen. Az is nagyon fontos, hogy az M4-es nyomvonalának racionalizálásakor figyelembe vettük azt is, hogy milyenek a területi adottságok, milyenek a természetvédelmi értékek, mi az a szerep, az a funkció, amit be kell tölteni egy M4 elkerülőnek a helyiekre, a helyiek közlekedésére és a térség fejlődése érdekében, milyen szempontokat kell szem előtt tartani. És ebben a tekintetben Karcag belvárosának biztonságosabb közlekedése érdekében és a gazdaság további élénkülése és az átmenő forgalom könnyítése érdekében kezdeményezte a város, hogy épüljön meg azon a 42 évvel ezelőtti koncepció, aminek már vannak közel 30 évre visszavezethető önkormányzati alapja is. Még dr. Fazekas Sándor polgármesterként rendelte meg azt a környezetvédelmi hatásvizsgálatot, ami kimutatta, hogy a várost el kell kerülnie ennek a jelentős átmenő forgalomnak, és a Kunmadarasi út, valamint a 4-es számú főút, és így már az épülő M4-es összeköttetésére egy keleti elkerülő szakasz is megépül. Ez azért is fontos, mert a levegő védelme és a biztonságos közlekedés és a zajterhelés csökkentése a belvárosban különösen nagy értékre, különösen felértékelődött azáltal, hogy jelentős az oktatási köznevelési intézmények aránya a belvárosban, és az oda reggelente megérkező gépkocsival hozott gyermekek, azok
nyilván igénylik azt, hogy biztonságban szállhassanak ki az autóból, biztonságos legyen a közlekedés, ne tartsuk fel a forgalmat, és ennek is tulajdonítható az a külön kiemelt figyelem, ami az elkerülőre irányul. Az M4-es megépítése nem csak gazdasági élénkítési, és nem csak a munkahelyekre való eljutás, vagy a munkahelyekről való megérkezést teszi biztonságosabbá, hanem a térséget egy olyan szintre emeli, ami a befektetéseket is ösztönözheti. Tehát nem csak a helyi gazdaság érénkülésével számolunk, hanem olyan új befektetések megérkezésével is, amik igénylik a kétsávos autópálya vagy autóút elérést, igénylik azt, hogy az ország lettereihez és az ország jelentősebb infrastruktúrájához könnyebben tudjanak csatlakozni a településről. Nálunk van jól képzett szakembergárda, akire lehet építeni, és vannak fiatalok, akikre a jövőt lehet tervezni. És hát azt hiszem többször beszéltünk már arról, hogy a Nagykunság és a Tiszató is hogyan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a fejlesztések egymást fogják generálni majd itt is. Így van, Karcag a Tiszató térségébe tartozik, és ebben a tekintetben a Tiszató térségében egy jelentős gazdasági bázist is képvisel. A megye keleti részén közvetlen Hajdú-Bihar megyével határos területen nekünk azzal is számolnunk kell, nem csak a turizmus érénkülésére, hanem a BMW gyár betelepülésével, a műszaki és gépészeti és informatikai vállalkozások megerősödését is magával fogja hozni a következő 5-10 esztendő. És a Tiszató térségébe ezen a 2x2 nyomú autóút megközelítési lehetőséggel olyan befektetők is megérkezhetnek, akiknek így a Tiszató sokkal közelebbre, sokkal kézzelfoghatóbb távolságra kerül. Tiszafüred, a Tiszató fővárosa Karcaggal hagyományosan jó kapcsolatot ápol, és az elmúlt fejlesztési időszakban felértékelődött, szintúgy, mint a megyével való összeköttetés lehetősége a 34-es számú főút felújításával. Oda a 34-es mellé és a fegyvernek Abátszalók Tiszafüred összekötő út felújítására is nagyon komoly fejlesztési forrásokat szán a kormányzat, hiszen felismerte, hogy a Tiszató további fejlődése érdekében nem csak a helyeknek az életminőségét, hanem az oda megérkező turistáknak a kényelmét is szolgálják a jobb utak, és ez szerte az országban mindenhol egy komoly út és kerékpárút építési hullámot indított el. Ennek egyik nyertese lesz a Tiszató, a Tiszafüred-Hortobágy-Debrecen kerékpárút összeköttetéssel, valamint a Tiszafüred-Fegyvernek kerékpárút összeköttetéssel, amihez Karcag a Berekfürdő felé tartó kerékpárúttal csatlakozik, és nagyon bízunk abban, hogy hamarosan megérkeznek a Magyar Falu programból és a TOP maradványaiból azok a források, amivel a Madaras-Tiszadás közötti útvonalat és a Tiszadás-Abátszalók közöttit is fel tudjuk újítani, és a megújítás követően ott is magasabb fokozatra tud kapcsolni a turizmus és a gazdaság érénkülése. A turizmust idén ebben a járványügyi helyzetben hogyan lehetett felélénkíteni, hiszen beszéltünk már a Tiszatóról, de hogyan látja itt a nagykun településeket, a Berekfürdőt, Karcagot és a Kisújszállást, hiszen ott azért a fürdők jelentősen működnek, itt hogyan sikerült a turistákat ide vonzani? Éppen tegnap kaptam készhez azt a friss kimutatást, ami a 2020 és 2021 évi turisztikai adatokat hasonlítja össze a 2019-es bázisével. 2020-ban óriási sebet kapott a turizmus és a vendéglátás. Ez a két ágazat lehetne a jövőben az aktív és okoturisztikai vonzerő, ami a gasztroturizmussal kiegészülve, akár az ön által is említett Kisújszállásnak, Karcagnak, Berekfürdőnek és a Tiszatónak további lendületet tud adni. 2019-hez képest 2020-ban nagyjából 30%, tehát közel egy harmada elveszett az idegenforgalomnak, és a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma alig haladta meg a 1,5%-ot. Ez szerencsére az idén már egy jobb képet mutat, és 2021 el fogja érni a 2019-es bázisévet, és nagyon bízunk abban, hogy egy kicsit hosszabbra nyújtott utószezonnak köszönhetően meg is tudja azt haladni. Tehát ahogy a 2020-as 30%-os visszaesés 2019-hez képest egy nagyon komoly válságot hozott magával, azért a 2020-as aktív és ökoturisztikai kampányunk sikerének tulajdonítható talán, hogy csak 30% veszett el, és az is, hogy az év második felében a Tiszató megdöntött minden addigi turisztikai rekordot. Július hónaptól kezdődően gyakorlatilag felzárkózott a Tiszató a dobogóra, és az ország három legjelentősebb turisztikai desztinációja közé került. Ez az idejében tovább folytatódott, már most a vendégészakák számán látjuk, hogy augusztusra utolérte a 2018 évit és a 2020 évit, így a 2019-es bázis év az év végére nagy valószínűséggel teljesíthető lesz.
Az is nagyon fontos, hogy a 2020-21-ben elindult kommunikációs kampányt a Tisza-tó térségi fejlesztési tanács egy nagyon komoly pénzügyminisztériumi forrással tudja tovább folytatni, és nem állunk meg annál, hogy a tó jelenlegi szolgáltatásait népszerűsítjük, hanem olyan jövőbeni fejlesztésekre is föl szoktuk hívni rendszeresen a figyelmet, ami akár a Bátszalóknál, Tisza-Dersnél vagy Tiszafülednél, és lehet a tó északi partjára is gondolni, Kiskörénél, Tiszanánánál, Sarudnál, Porosztónál vagy Tiszabábolnánál, Tiszadorobmánál is látható fejlesztéseket fog hozni. Látjuk, hogy megújultak körbe a tiszatavi strandok, elkezdtek megújulni a kikötők, olyan bázisok jönnek létre, akár a vitorlázásra, akár a nyaralóhajózásra, ami azt gondolom, hogy nem csak hiánypótló, hanem úttörő is a Kárpát-medencében, és elsőként itt a Tiszatónál telepszik meg a nyaralóhajózás. Az is egy fontos tény, hogy a rafting, az Abátszalóki rafting pálya megépülésével és a Tiszató körbekerékpározhatóságával ezek a sportosabb, az aktív életmódhoz jobban kötődő attrakciók lettek a legvonzóbbak. A Porosztó-Tiszafüred közötti kerékpárút lett az év kerékpárútja, ami azt jelenti, hogy nem csak számunkra nyilvánvaló, hogy milyen természeti értékekkel rendelkezünk, hanem most már az ide látogató vendégek is elismerik, hogy ennél szebbet és ennél tartalmasabbat máshol az országban nem lehet találni. És hát azért a megye is próbál segíteni, a közútkezelő is, és a megye is abban, hogy az utakat javítgassák, hiszen lehet látni, hogy most is ezzel elkezdődtek a javítási munkálatok. Így van, és gondolunk a hosszabb utószezonra és a korai előszezonra, és a termáturizmus kell még megemlíteni, a gyógy és egészségturizmussal együtt, ami ahhoz kapcsolódik, hogy Kisújszállás, Berekfürdő és a karcagi gyógyhely is fejlődhessen. A Tiszató térségi fejlesztési tanács szintén komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezek a strandok is fejlődhessenek, és ahol például műszakilag vagy humán erőforrásban igényli jobban a fejlesztést az adott település vagy az adott szolgáltató, ott az adott személyre, az adott térségre, az adott település sajátosságaira szabjuk az igényeket is, és a kérelmek elbírálásánál ez szempont lesz. És nagyon bízunk abban, hogy a tiszafüredi szabadstrand mellett a tiszafüredi termástrand is hamarosan megújulhat, hiszen a Tiszató fővárosának további vonzerőre van szüksége ahhoz, hogy a szezont 12 hónapossá tehesse. És láttuk Berekfürdőn, láttuk Kisújszálláson és láttuk Karcagon is, hogy amikor rossz az idő, akkor a Tiszatóról eljönnek a vendégek és keresik a termálfürdőket, és ebben a megye szerencsére nagyon jól áll, és a Kunhegyesi termástranddal együtt egy olyan választékot tudunk képviselni, ami biztossá teszi az ideérkezők számára, hogy ha van, akkor az alternatívát itt kell keresni a nagykunságban. Reméljük, hogy sokan élnek is majd ezzel a lehetőséggel. Térjünk át a következő 7 év tervezési időszakára, hiszen elkezdődtek azok a pályázati előkészítések, amelyek a következő 7 évünket fogják meghatározni, mind EU-s forrásként és kormányzati támogatásként is. Körvonalozódnak-e már nagyon a támpontok, és mondjuk a térségünkre mi lesz a jellemző, miben fogunk tovább fejlődni, vagy mire próbálunk pályázatokat keresni? Mi nagyon komoly hangsúlyt fektettünk a fenntarthatóságra, a környezeti, természeti értékeinkkel való felelős gazdálkodásra, és a 2021-2027 közé kidolgozott programjainkból szerencsére már az elmúlt évben el tudtunk kezdeni néhányat megvalósítani. Ez a környezetvédelmet érintő szennyvízkezelés, szennyvíztisztítók rekonstrukciója, szennyvízhálózatok bővítése, valamint a belvízelvezető rendszereknek a szétválasztása és a települési csapadékvíz kivezetése egy olyan tározó rendszerben, ami lehetővé teszi a felszíni vizek visszatartását is, és első lépcsőben helyben próbálja tartani a települési csapadékvizet, nem akar tőle megszabadulni a megye feltétlenül, és csak a fölösleget szeretnénk levezetni a Tiszába. Ezek mellett folytatódtak az óvoda és bölcsőde felújítások, folytatódtak az iskola megújítások és az önkormányzatok energetikai hatékonyságot szolgáló intézkedései, beruházásai, és ezeket tudjuk most új lendülettel a kormány tegnapi bejelentését követően. Pénzügyminiszter úr, Varga Mihály pénzügyminiszter úr tegnap jelentette be, hogy a mi megyénket is érintő területi és települési operatív program plusz, tehát a TOP plusz, a tegnapi naptól társadalmasítás alatt áll, és miután a véleményezés lehetőség és társadalmasítás lezárul, ez nagyjából 10 nap, megindulhat a pályázatok előkészítése, és nagyon bízunk benne, hogy még az idei évben, tehát október végén, november elején kiírhatóak lesznek az önkormányzatok számára azok a források, amiből folytathatják az eddig megkezdett munkát.
és ahol nem volt elegendő az előző ciklus kerete, ott most egy második ütemmel, adott esetben egy harmadik ütemmel gazdagodhat a település, és azt is látjuk, hogy erre fölkészültek a pályázatírók, a megye is fölkészült, 42 projekt elkészítésére tettünk vállalást, és azt szeretnénk, hogyha az önkormányzatok és az építőipar számára egy folyamatos kapcsolatot jelentene, és az építőipari kapacitásokon keresztül a munkahelyek megőrzésére és a gazdaság érénkülésére, a jövedelmek stabilizációjára is lehetőséget nyújtana ez a program. Ez számunkra nem csak azért fontos, mert függen ettől a megye gazdasági mutatói, vagy akár az önkormányzatok versenyképessége, és az, hogy az önkormányzat mitől lehet versenyképes, attól, hogy vonzóbb a befektetők számára, attól, hogy vonzóbb a fiatalok számára, attól, hogy az oktatási intézmények mettelnek gyermekekkel, attól, hogy az önkormányzatok jövőképe kristálytisztán kirajzolódhat, és abban nem csak a fejlődésnek, hanem egy stabil belső kohézió megteremtésének is lesz lehetősége, hiszen a fiataloknak és a velük együtt érkező ifjú generációknak nagyon fontos az, hogy legyen béke, legyen nyugalom egy településen, és ezek a fejlesztések, ezek kielégítik azokat a társadalmi igényeket, amik ahhoz szükségesek, hogy nyugodt, békés fejlődés jellemezze minden Jászlóskun-Szolnok megyei települést, és különösen nagyon fontos számunkra a Nagykunság, hiszen a lemaradás adott esetben az infrastruktúrában, vagy az utakban, akár a közszolgáltatások minőségében, az önkormányzatok épületeinek, önkormányzati épületek korszerűségében egy olyan képet mutatott az elmúlt időszakban, ami mindenféleképpen külön figyelmet igényelt, és ebben a kormányzat támogatta az általunk lerakott alapokat, általunk lerakott programot, megkaptuk azt a lehetőséget, hogy az ország 9 megyéje között az egyik Jász-Nagykun-Szolnok megye legyen, amelyik időben indíthatja a programját, és így a fejlesztési ciklusokon átívelő forrásfelhasználás folyamatos tud maradni. Nem fognak érzékeny sem az önkormányzatok, sem a lakosság szakadékokat, vagy olyan éles vonalakat, ami elválasztaná az egyik ciklust a másiktól, hiszen rendkívül sok pozitív tapasztalatot szereztünk az előző időszakban, felállt az intézményrendszer, ebben a megyei önkormányzatok külön figyelmet kaptak, és a megyei önkormányzatok fogják azokat a projekteket bírálni egyik szereplőként, amit később aztán a pénzügyminisztérium és a kormánnyal közösen támogatottan tudunk kítélni. Én emlékszem, hogy a most leköszönő 7 éves ciklusban is több alkalommal egyeztettek a térség önkormányzatival éppen amiatt, hogy legyenek párhuzamos fejlesztések, és egymásra épülőek legyenek ezek a fejlesztések. Itt az előbb már volt erre példa, mondjuk a kerékpárút összekötése, de biztos, hogy most is lesznek ilyenek. Mit tart a legfontosabb feladatnak, mi az a legnagyobb, amivel talán itt a térségünket kezdeni kellene? Én mindenképpen a csapadékvízelvezetést mondanám, hiszen eléggé mélyfekvésű terület a Nagykunság, és a nagykunsági adottságokból, és például a karcagjak emlékeiben érinkenének azok az évek 2004-2005, de akár 2014-15-öt is mondhatnám, amik olyan belvizesek voltak, hogy szó szerint úsztak a porták a Bokányi vagy Lábszár középkérő belvízben, csapadékvízben, és nagyon fontos, hogy ezeknek a csapadékvízelvezető rendszereknek alakítsuk ki azt a rendszerét, ami biztonságossá és hatékonyá teszi a működésüket. Ugyanez vonatkozik a szennyvíz és a csapadékvíz összevezetésére, hogy ezeket párhuzamossá kell tenni, szét kell őket választani, hiszen a szennyvíz tisztítóink lassan olyan terhelésnek vannak kitéve, mert képtelenek betölteni a szűrők az eredeti funkciójukat, és bizony előfordulhat, hogy olyan minőségű szennyvíz, vagy tisztított szennyvíz távozik a szennyvíztisztítóról, ami akár a felszíni befogadóba kikerülve környezeti károkat, ökológiai katasztrófát is okozhat. Nagyon fontos számunkra a megye gazdaságát is érintő útfelújítások folytatása, és ez nem csak külterületen, hanem belterületen is. El tudtuk kérni, hogy a megye több mint 7 milliárd forintból tud belterületi utak felújítására költeni, és nagyjából ugyanennyit majd a kerékpárutak megépítésére is, amihez külön az aktív és ökoturisztikával foglalkozó kormánybiztosságtól, Révész Máriusz kormánybiztos úrtól kapott a megye olyan lehetőséget, olyan forrásokat, amivel a kerékpárutak fejlesztésére is külön forrást tudunk majd biztosítani. És itt szeretném megemlíteni azt, hogy a TOP Plusz gazdagodik az aktív és ökoturisztikára szánható forrásokkal, ez országosan 64 milliárd forint. Nem tudjuk még, hogy milyen ritmusban és hogy milyen technikával csatlakozik a TOP Pluszhoz, de az biztos, hogy a TOP Plusz egyik függeléke lesz az aktív és ökoturisztikát szolgáló források mintegy 64 milliárd forintja, és ebben a szintén a megyei önkormányzatnak
és az önkormányzatok eddig benyújtott aktív és ökoturisztikához kapcsolódó fejlesztésének, ez kerékpárút elsősorban, vagy olyan szabadidős tevékenységek és aktív kikapcsolódást szolgáló beruházások, amiket kifejezetten ilyen célra szánt és ilyen célra elszámolható forrásokból fog tudni a megye és az önkormányzatok felhasználni. Hallottuk az előbb, hogy mi minden fog itt fejlődni a későbbiekben, de azt gondolom fontos arról is szólni, hogy az oktatási nevelési intézmények, a kulturális intézmények fejlesztésére lesz a lehetőség, folytatódhat-e az elkezdett beruházás? Így van, az első közötti kiírások között szerepelni fog a bölcsödék, óvodák és az iskolák a köznevelés szolgáló intézmények felújítását, megújítását vagy új férőhelyek létesítését szolgáló pályázatok, valamint az is nagyon fontos, hogy az önkormányzatok energetikai korszerűsítési programja, ami az önkormányzati létesítmények, akár a kultúrát szolgáló létesítmények energetikai korszerűsítését jelenti, az sem áll le, az is folytatódhat a TOP Plus program keretében. Hát reméljük akkor a tervezési időszaka után akkor jönnek a konkrét projektek, és beszámolhatunk majd arról, hogy itt is több 10 milliárd sikeres EU-s és kormányzati forrás sikerült a nagykunságra és térségünkre elnyerni és megvalósítani ezeket a beruházásokat. Én jó munkát kívánok Önöknek ehhez, sok pénzt nekünk, sikeres pályázatokat, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.